Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió délutáni híradója, Mess Attila vagyok. Február 21-e van, Eleonóra és Leóna névnapja. Ma van az anyanyelv nemzetközi napja. 32 éve halt meg Márai Sándor író, költő, újságíró. Érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Holnaptól már az AstraZeneca koronavírus elleni vakcinával is oltanak Szerbiában. Továbbra is bőven 2000 felett van az egy nap alatt regisztrált koronavírusos betegek száma Szerbiában. Több visszaélés is történt a koronavírus elleni védőoltással kapcsolatban Zántán. A hét közepén tetőzött a Tisza a magyar-kanizsai szakasznál. Holnaptól már az AstraZeneca koronavírus elleni vakcinával is oltanak Szerbiában. Ma ugyanis megérkezett az első 150 ezer adag brit-svéd gyártmányú védőoltás az országba. Az AstraZeneca vakcinával együtt egyébként Szerbia már négyféle oltóanyaggal rendelkezik. A polgárok továbbra is szabadon választhatnak, hogy a ma érkezett brit-svéd gyártmányú oltást, a Pfizer-BioNTech vakcináját, az orosz Sputnik V-t vagy a kínai Sinopharm által készített szérumot szeretnék-e felvenni. Vasárnap reggel landolt a belgrádi Nikola Tesla repülőtéren az a gép, amely az első 150 ezer AstraZeneca védőoltást hozta Szerbiába. A brit-svéd fejlesztésű vakcina szállítmány Indiából érkezett, és a tervek szerint hétfőtől már oltanak is vele. Ezt mondta Alexander Vučić, szerb államfő, aki Zlatibor Lončar egészségügyi miniszter, Sian McLeod az Egyesült Királyság szerbiai nagykövete és Vijay Kumar India belgrádi nagykövetségének főtitkára mellett személyesen fogadta a szállítmányt. Koliko ja razumem, dostupne našim građanima i naši ljudi širom Srbije moći će da dobiju i AstraZeneca, dakle, kako se popularno ona naziva, oxfordsku vakcinu. Vučić szerint a koronavírus fertőzések száma márciustól jelentősen csökken majd az országban, hiszen a tömeges oltás megkezdését követően Nagy-Britanniában ez volt tapasztalható. Drastično padaju brojevi u Velikoj Britaniji. Ja očekujem da se to nama dogodi u martu mesecu, kada vakcina pokaže svoju efektivnost i kada pokaže svoju snagu. Mi alternativu vakcinama nemamo. Ponosan sam na Srbiju, što je Srbija danas zemlja koja, verujem da može da sačuva svoje drugo mesto u Evropi, da se čak proporcionalno broj stanovnika i približi Velikoj Britaniji. Zlatibor Lončár egészségügyi miniszter pénteken arról beszélt, hogy Szerbia újabb megegyezést kötött a Pfizer-BioNTech-el, így a második negyedében az eredetileg tervezett 500 000 helyett 1,2 millió, míg a harmadik negyedében további 1 millió 190 ezer adag ilyen vakcina érkezik majd az országba. Továbbra is bőven 2000 felett van az egy nap alatt regisztrált koronavírusos betegek száma Szerbiában. Az elmúlt 24 órában 2518 személynél azonosították a fertőzést, és újabb 16 személy vesztette életét a kór szövődményének következtében. Tegnaphoz képest több páciens kezelnek országszerte kórházban, ez a szám jelenleg 3569, 151-en pedig lélegeztetőgépen vannak, az ő állapotuk kritikus. 468 újabb koronavírus fertőzöttet vettek nyilvántartásba egy nap alatt a tartomány területén, tájékoztat a Vajdasági Közegészségügyi Intézet. Jelentésükben az áll, hogy 32 községben és városban továbbra is rendkívüli a járványhelyzet, míg 13 helyen kedvezőtlen. Ezek közé tartozik például Csóka, Szent Tamás, Magyar-Kanizsa és Topolya. Vajdaság területén 5841 aktív fertőzöttet tartanak nyilván. A szerbiai koronavírus elleni vakcina gyártással folyamatos lenne a lakosság immunizációja, és a védőoltás mindig rendelkezésre állna, nyilatkozta Vera Stojković. A Torlak intézet igazgatója megerősítette, hogy az orosz vakcina szerbiai gyártásának első fázisa már jóvá lett hagyva, ez pedig a védőoltások töltésére és csomagolására vonatkozik. A második fázisról, amely a szérum előállítását illeti, még tárgyalni kell az orosz szakemberekkel, tette hozzá Vera Stojković.
Ne postoji uvek mogućnost stranih proizvođača da na vreme obezbede dovoljne količine koje su nam potrebne, kao što oni imaju i posebne liste prioriteta kojima obezbeđuju određene države vakcinama, tako bi našim pacijentima u slučaju proizvodnje domaće vakcine, ona u svakom trenutku bila na raspolaganju, kontinuitet imunizacije nikada ne bi bio doveden u pitanje i oni bi bili preventivno zaštićeni od pojave ove bolesti. A tömeges immunizáció kezdete óta több mint 250 000 belgrádi lakos oltatta be magát koronavírus ellen, többségük a Sinopharm gyártott a kínai vakcinával. A tömeges oltás a hétvégén is fennakadások nélkül zajlott a szerb fővárosban. Oltják a taxisokat, illetve hamarosan a kereskedőket és a vendéglátósokat is. A hétvégén több ezer belgrádi lakos vette fel a koronavírus elleni vakcinát. A polgárok kijelölt időpontokban érkeztek az oltóhelyekre. A belgrádi vásár területén lévő oltóhelyeken kínai és orosz vakcinával is oltottak. Csak az egyik oltóhelyen két nap alatt több mint 6000 ember kaphatott védőoltást. Sokan a családtagjaikat féltik a vírustól, ezért oltatják be magukat. Poverujte mi, željna sam svoje unučiće da zagrlim i da izljubim i svoju decu i sve i čini mi se da ću se osjećati sigurnije. Računam, ako se ja razvolim, ko će da gleda moju majku? I to me najviše nekako, ipak da imam ja snage i da ju gledam, nego ako se ja razvolim i odem u bolnicu, nema ko da je gleda. A védőoltás második dózisának felvétele után két héten belül kialakul a védettség, mondta el Dragana Milosevic. A főorvos azonban továbbra is a járványügyi intézkedések betartására figyelmeztet. Posle primljene i druge doze vakcine, znači ne završava se proces. Mi moramo da poštujemo sve epidemiološke mere, a to znači nošenje maske, fizička distanca, nema okupljanja većih. Kao što znate, znači sve one mere koje su do sada na snazi nastavlja se i dalje. Sam organizam počinje da stvara antitela i mi smo zaštićeni, ali to ne znači da nismo nosioci virusa COVID-19. Belgrádban mostanra már több mint 250 000 embert oltottak be. A napokban megkezdődött a szerb fővárosban dolgozó taxisok szervezett oltása is. A következő héten pedig a kereskedők is felvehetik majd a koronavírus elleni vakcinát. Őket a vendéglátósok fogják követni. Az éttermek és szállodák dolgozói ugyanis munkájuk során szintén nagy fertőzés veszélynek vannak kitéve, így ők is prioritást kell, hogy élvezzenek. Indokolta ezt a döntést a városvezetés. Zajlik a koronavírus elleni oltások beadása Kishegyesen is. Ma több mint 30-an kapták meg a koronavírus elleni vakcina első dózisát. A regisztrált páciensek a Pfizer vagy a kínai Sinopharm cég által gyártott oltóanyagot vették fel. Kishegyesen a vasárnap ellenére sem szünetelt a koronavírus elleni védőoltások beadása. Bacsó Ilona a vakcina első dózisát vette fel. Mint mondja, az oltást követően nem tapasztalt magán semmilyen mellékhatást. Beadták, észre se vettem. Melyik vakcinát jelölte be? Ezt nem tudom. Nem számított, amit adtak? Ami volt. Így is jelöltem, hogy ami van. A Bács-Fekete-hegyi Tyetkovics Karolina számára nem volt kérdés a vakcina felvétele. Ő a kínai Sinopharm gyártó oltását kapta meg. Bejelentkeztem azért, mert a férjem nagyon beteg volt, és alig húzta ki magát, úgyhogy én eldöntöttem, hogy felveszem. Kínait vettem fel, ezt is szerettem volna, nem fájt, minden rendben. A kishegyesi dr. Márton Sándor egészségházban egy hónapja zavartalan ütemben zajlik az immunizáció. Jelenleg a Pfizer és a kínai Sinopharm gyártó oltóanyaga áll rendelkezésre. A proces vakcinácie je bez problema, nije bilo neželjenih reakcija. Proces teče što čovek, odnosno osoba koja dolazi na vakcinaciju, podleže pregledu naših lekara koji su na vakcinalnom punktu i nakon dobijanja vakcine zamoljena je da sačeka 15 minuta. A Kishegyesi Egészségházban eddig közel 1000 embert oltottak be, és 500-an már a második dózist is megkapták.
Az utóbbi időben több visszaélés is történt a koronavírus elleni védőoltással kapcsolatban Zentán. A lakosok elmondása szerint azzal keresik fel őket, hogy az oltást háznál is elvégzik. Az illetékesek arra kérik a polgárokat, ne dőljenek be a vakcinával kapcsolatos csalásnak. Zentán az elmúlt időszakban több esetben is előfordult, hogy ismeretlen telefonálók azzal keresték fel az idősebb polgárokat, hogy a vakcinációt megelőző adategyeztetés céljából házhoz mennek. A zentai V. Katalint is ezzel az indokkal hívták fel. Az idős asszony azt mesélte, számára akkor kezdett gyanús lenni a vélhetőleg újvidéki származású illető látogatása, amikor különféle gyógyeszközöket kezdett el ajánlani kedvezőnek beállított feltételeket. Mondom, ide figyeljen, erre lettem figyelmes, 2000 dinár, mondom, én nekem az nagyon sok pénz, mert én 20 000 dinár nyugdíjat kapok, én ha kifizetem a rezsit, én nekem alig marad a létfenntartásomhoz. Hát akkor úgy, mi a csoda, hát elrakta a zsebbe, még ide-oda az ő táskájába a kütyüket, és akkor becsomagolta az ő dolgait, és elment. Dr. Súrján Gusztáv, a zentai egészségház igazgatója arra figyelmeztet mindenkit, hogy az intézmény munkatársai csak bizonyos esetekben végzik el háznál a védőoltás beadását. Házhoz kijárunk olyan esetben, ha a páciens kéri, hogy ott adjuk be, tehát az ágyhoz kötött mozgásképtelen pácienseknek otthon adjuk be a védőoltást, de erőlőre a páciens értesítést fog kapni, elsősorban SMS-ben a portálról, másodszorban, tehát az EUPRA a portálról, ahol be is jelentkezett. Másodszorban pedig mi föl fogjuk hívni. Az igazgató hangsúlyozta, amennyiben csak egy telefonhívást kapnak, és ezt megelőzően nem érkezett SMS az oltás pontos időpontjáról, úgy csalásról van szó. 2912 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma, és elhunyt 47 beteg Magyarországon. Ezzel a halottak száma 14299-re emelkedett. A gyógyultak száma jelenleg több mint 306 000. 4233 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 366-an vannak lélegeztetőgépen. Eddig mintegy 445 000-en kaptak oltást Magyarországon, közülük megközelítették. 190 000 már a második oltást is felvették. Az országban jelenleg a Pfizer-BioNTech, a Sputnik V vakcinával és az AstraZeneca vakcinával végzik az oltást. Zöld utat kapott a hatóságoktól a kínai Sinopharm vakcina is, így jövő héten már azzal is oltanak. Szűk családi körben kísérték utolsó útjára Gyorgye Balasevicet Újvidéken. A temetésen tamburások játszották a zenész dalait. A végső búcsón Balasevic felesége és lányai mellett Milos Ucsevicja, a város polgármestere is részt vett. Újvidéken már a gyásznapot hirdettek. A szabadkaiak is elbúcsúznak Gyorgye Balasevictől, az énekes tisztelőit. Ma este 6 órakor a városközpontba az új szökőkúthoz várják. Balasevic életének 67. évében hunyt el pénteken a Vajdasági Klinikai Központban. A hét közepén tetőzött a Tisza a Magyar-Kanizsai szakasznál, akkor 544 cm volt a vízállás, ami jóval magasabb az ilyenkor megszokottnál. Az apadás csütörtökön kezdődött meg, jelenleg napi szinten 5-6 centit apad a folyó. A ma reggeli adatok szerint már 526 cm a Tisza vízszintje a zentai vízmércénél. Jócskán kilépett a Tisza a medréből az elmúlt hetekben a Magyar-Kanizsai szakasznál is. Ez elsősorban a csapadékos időjárásnak tudható be. Az elmúlt napokban azonban már lassú apadásnak indult a folyó. Az Alpokban és a Kárpátokban is elég nagy mennyiségű csapadék esett le. Elég kedvező volt az időjárás a hóolvadásra, és megindult a hóolvadás is a csapadékos időjárással együtt, és ez emelte meg a vízszintet a Duna víztározón is, meg a Tiszának a mellékfolyain is, és ez összejött ez a két áradás. A folyóban élő halak mozgását is befolyásolja a Tisza vízszintje. Az áradással megnövekszik a víz sebessége, a halak pedig kimozdulnak rejtek helyeikről. A mindössze 2,2 Celsius fokos Tiszában jelenleg nem csak tudás, hanem sok szerencse is kell ahhoz, hogy valaki halat fogjon.
télen épp arról szól a vámerés, hogy beálljanak egy helyre, ilyen bandázanak, és mindig kevesebbet mozogjanak, hogy így viszéljék át a telet mindig kevesebb energiával. Tehát nagyon befolyásolja őket. Most annyi, hogy ilyenkor, amikor hideg a víz, akkor ugye kijönnek a parcélbe, de viszont nem táplálkoznak. Tehát nagyon-nagyon-nagyon keveset táplálkoznak még, és ahogy megy vissza, fokozatosan, ugye most már apadásnak indult a Tisza, ők úgy húzódnak vissza majd a mederbe szép lassan. Az elkövetkező hónapokban is várható némi áradás a Tiszán, azonban ez mind attól függ, hogy a folyó vízgyűjtő területein milyen időjárás várható, azon belül is, hogy mikor indul olvadásnak az adott területen a hó. Továbbra is kevés a vásárló a Szabadkai Jócska piacon, korábban sok vásárló érkezett a környező országokból is. Annak ellenére, hogy a hónap elejétől ismét PCR-teszt és karantén kötelezettség nélkül járható a magyar-szerb határ, a külföldi, sőt a tavaszias idő ellenére még a hazai vásárlók is ritkábban látogatnak el a közkedvelt piacra. Még mindig kevés a látogatója, a vásárlója a Szabadkai Ócska piacnak. Az eladók nagy vesztességről panaszkodnak, ugyanis bevételük nagy része a magyarországi vásárlóktól származott. Azonban annak ellenére, hogy február eleje óta PCR és karantén kötelesség nélkül lehet Magyarországról Szerbiába utazni, még mindig kevesen keresik fel a Szabadkai Ócska piacot. Friss burek, szaftos pieszkavica és az ellenállhatatlan csevap mellett a piac emlékezetes hangulata a járványhelyzet ellenére továbbra is csalogatja látogatóit Magyarországról is. Én először vagyok itt. Hát én életemben másodszor, harmadszor, de mind a három az előző évre esett eddig. De nagyon-nagyon tetszett a hangulata, úgyhogy visszajáró vendég leszek mindenképpen. Amint alkalma adódott, a szegedi Vas Viktória azonnal meglátogatta a piacot. A hangulata, meg az emberek, tehát az, hogy magyarul beszélnek, tudunk forintért vásárolni, ami nagyon fontos, nem kell pénzt beváltani, kedvesek, a kiszolgálás, és mindent megkapunk, amire szükségünk van. Rosszabb időszakát éli a Szabadkai Ócska piac, mondja Ábrahám Elvira árus. Nem csak a külföldi vásárlók hiányoznak, hanem a hazai vevők száma is megcsappant. A piac pang, piac az üres. Hétköznapok azok katasztrofálisak, még hétvégén, most szép az idő, most kijöttek, de szerintem csak sétálnak. Nincs az embereknek pénzük, ez tényes való. Szerintem az utolsókat nyomják, mint ahogy mi is az utolsókat nyomjuk. Ez a szomorú igazság. Az eladók arról számoltak be, hogy nagyon sok árus felhagyott munkájával a piacon, ugyanis annyira megcsappant a vásárlók száma, hogy veszteséges lett volna tovább dolgozniuk. A csarnokokban több asztal is üresen áll. Napos és csapadékmentes idő vár ránk a hét elején. Foglalkozunk az időjárással és a folytatásban egyéb témák mellett. Ma ünnepeljük az anyanyelv nemzetközi napját. Novák Djokovic megnyerte az ausztrál nyílt teniszbajnokságot. Bányai János egyetemi tanár, író és irodalom történész halálának 5. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést Bács-Fekete-hegyen. Bányairól református istentiszteleten emlékeztek meg, majd sírjánál elhelyezték a kegyelet virágait. Énekkel és orgonajátékkal kezdődött a református istentisztelet Bányai János egykori író, irodalomtörténész, műkritikus és szerkesztő emlékére. Az eseményen jelen volt Szücs Balázs, a Bányai János Irodalmi Alapítvány kuratóriumi elnöke. Sokat tett az egyetemért, sokat tett a magyar vajdasági irodalomért és az egyetemes magyar irodalomért is, úgyhogy nagy veszteség volt a halála 2016-ban, ugyanis egy olyan szemét vesztette Vajdaság és a magyar nemzet, aki nagyon sokat tett annak irodalmáért. A megemlékezésen Bányai János egykori kollégája Bordás Győző is tiszteletét tette, aki csaknem 26 éven át volt Bányai kollégája.
Bányai János mindenek előtt tanárember volt, hiszen az egyetemen 42 generációt vezetett ki, és azt hiszem, hogy nincs olyan hallgatója, aki ne emlékezne szívesen az óráira, és irodalmelméletet és esztétikát tanított. Az istentisztelet után megkoszorúzták Bányai János sírját. A megemlékezők között jelen volt Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is. Ma ünnepeljük az anyanyelv nemzetközi napját. Antalfalván igyekeznek minden évben megemlékezni erről a napról. A szervezők célja felhívni a figyelmet az anyanyelv és a többnyelvűség jelentőségére. A járványügyi intézkedések miatt az eseményt idén rendhagyó módon tartották meg. Az UNESCO 1999-ben nyilvánította február 21-ét az anyanyelv nemzetközi napjává. Az antalfalvi ünnepség szervezője a kezdetektől fogva Pavel Babka. Mi ne možemo da biramo roditele, nama je maternji jezik dat tako svakom kako je dat. Ali smo videli da kad se neko negde rodi, bilo gde na svetu, znači da je njegov jezik manjinski, ta osoba ima veće potrebe da traži načina kako da ga razume većina. Antalfalva egy több nemzetiségű önkormányzat, ahol szlovákok, szerbek, románok és magyarok is élnek. A nemzeti közösségek megőrizték jellegzetes tájszólásukat is. A községben a magyarok zöme Torontálvásárhelyen él. Nem mondhatom, hogy külön ápoljuk és külön foglalkozunk vele, de viszont a mindennapi beszédben ez benne van, és akarva vagy nem akarva ez a mai napig is így él, és büszkék vagyunk erre. Idén a járványhelyzet miatt a művelődési műsor elmaradt, helyette képzőművészeti kiállítást tekinthettek az érdeklődők. Anyanyelvápolással próbálja megtartani a magyar nyelvet a fiatalok körében a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete Titelen. A tiszamenti település 4,5 ezer lakosa közül 300-an magyarok, de már csak az idősebbek beszélik anyanyelvüket. Magyar tannyelvi oktatás ugyanis nincs a településen, így a gyerekek csak a szervezett anyanyelvápoló órákon gyakorolhatják a magyar nyelvet. Magyar tannyelvű intézményes oktatás Titelen már 4 évtizede nincs. A gyerekek csak az iskolán kívül szervezett anyanyelvápoló órákon gyakorolhatják a magyar nyelvet. Én beszélek a családdal, magyarul apával, baráttal is, és nincs senki, kivel még beszélek. A mindegy 15 gyerek két korcsoportba van osztva. A legfiatalabb 3 éves, a legidősebb 8-os. A lényeg az, hogy ápoljuk ugye a magyar hagyományokat, a zenét, a nyelvet fejlesszük. Egyes szülők megkértek, hogy szeretnék, hogy a gyerekek megtanuljanak írni és olvasni magyarul. Amióta kezdtük, tavaly kezdtem itt Titelen dolgozni, és azóta is hát legalább minimum 3-an jöttek még így, 4-en, akik szeretnék ugye tanulni magyarul. Az órákat a Pipacs Magyar Polgári Egyesület helységében tartják, amely 2015-ben alakult. 30 tagjuk van. Az anyanyelvápolás mellett műhelymunkákat szerveznek, és zenei szakosztályt is szeretnének beindítani. Csisztó magyarski jezik a lima. Most akkor 10% szigorúan ima, mert moi szuprugovi razgovarajú magyarski jezikom a kucsi, tako da... Ima. Nije da nema ih, ali nema ih u velikom broju, zato što to se sve sad već raspustilo i izmešalo, tako da je mali broj. Titel több nemzetiségű közösség. A szerbek és magyarok mellett a településen élnek még kisebb számban szlovákok és horvátok is, de az utcán mindenki szerbül beszél. Otthon mi beszéljük a magyar nyelvet mindannyian, de a kapun kívül, mi János kilép az utcára, csak szerb nyelven beszélnek a gyerekek is, az iskolába és a suliba mindenfele, és nagyon nehéz megtartani a magyar nyelvet, mert mi is már automatikusan elkezdünk magyarul beszélni, és átváltunk szerbre észrevétlenül.
A felnőttek számára házon kívül a helybeli magyar művelődési központ, illetve a Szent Mise kínál lehetőséget a találkozásra, magyar nyelven való társalgásra. Már fújnak a bőti szelek, tartja a régi mondás. A húsvét előtti 40 napos időszak önmegtartóztatással és húsmentes étkezéssel telt régen. Ilyenkor bab, lencse, tésztafélék és hal került az asztalra. Manapság csak kevesen őrzik ezt a hagyományt. Számos hagyomány fűződik a húsvétot megelőző időszakhoz. A 40 napos böjt a húsvétra való lelki és gyakorlati felkészülést jelentette, egyben a megtisztulást is. A horgosi király Ilona szívesen emlékszik vissza gyermekkorára, amikor még élénken éltek családjában a böjti szokások. Volt, aki tényleg kitartott annyira, hogy teljesen böjtőt. És akkor ezen a nagy böjtön, mivel messze volt a tanyán, nem volt közel a templom, akkor házaknál minden szerdán és pénteken délután az asszonyok összeültek, és az olvasó hűzért azt imádkozták mindig. Az emberek gyakran kimentek a helyi kálváriára, egyfajta átszellemülésképpen. Szőke Anna néprajzkutató szerint az emberek manapság elhidegültek a böjttől, a tradíció kikopni látszik napjainkból. Nagyon fontos volt a lelki fölkészülés, ez az, ami elhalványodott napjainkra. Inkább a gyakorlatiasság dominál, tehát ki kell takarítani, barkát kell szedni, nagy mosás van ilyenkor, húsvétra fölkészülünk. Persze megvannak az egyházi liturgiák, fekete vasárnap, virágvasárnap, ami beleesik ebbe 40 napba, de ezek csak arra a napra vonatkoznak, tehát úgy kevésbé van az emberek tudatában. Szőke Anna hozzátette, ha a szülők évről évre átadnák gyermekeiknek a régi, elfeledett hagyományokat, tudatosulhatna a fiatalokban a böjt jelentősége. Napos és csapadékmentes lesz a jövő hét eleje térségünkben, hétfőn helyenként megélénkülhet a szél. Többfelé ködösek lehetnek a reggelek, de napközben sokfelé kisüt a nap. Kedden is napos időre számíthatunk, többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A napos időjárás egészen a hét közepéig kitart. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet szerint a nappali hőmérséklet 10 és 13 fok között alakul. Novák Djokovic megnyerte az ausztrál nyílt teniszbajnokságot, döntőben 7-5, 6-2, 6-2-re legyőzte az orosz Daniil Medvegyevet. A világ első szerb saját rekordját tovább javítva 9-szer nyerte meg a férfi egyes küzdelmeit Melbourneben. A 33 éves játékos pályafutása 82. serlege és 18. Grand Slam trófeája mellé 2,75 millió ausztrál dollárt kapott. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt híre jönnek még egyszer, röviden. Holnaptól már az AstraZeneca koronavírus elleni vakcinával is oltanak Szerbiában. Továbbra is bőven 2000 felett van az egy nap alatt regisztrált koronavírusos betegek száma Szerbiában. Több visszaélés is történt a koronavírus elleni védőoltással kapcsolatban Zántán. A hét közepén tetőzött a Tisza a magyar-kanizsai szakasznál. Figyelmüket megköszönöm, a folytatásban két lehetőség van, vagy irány a pannonrtv.com, ott még több információt olvashatnak, vagy jöjjenek vissza este 8 órakor, híradó. Szép estét, viszontlátásra! Thank you.